de ez egy pluszol a véleményt, legalább azt, hogy a ünnepi asztal ez ne legyen üres. Nagyon érdekes, és az embereknek is azt veszek észre, amikor jönnek ki a boltból, hogy nagyon szívesen adnak, és jó helyre mentek, látják, hogy jó helyre mentek. Ugye kell az is, hogy egy olyan cég álljon meg összön, aki azért mellett van. Tehát nehezebb önállóan, mint úgy volt, hogy már csak egyesülete, kicsit úgy nehezebb lenne. Milyen jelentő egyébként maradva új palotánál, itt ugye el szoktuk mindig mondani a hallgatóknak, hogy azért ez Rákos palota és Pest újja is, ha már magát a kerületet említjük. Amikor beszélgettünk Pintér Gábor alpolgármesterrel, ő megpróbálta a demográfiai jellemzését a kerületnek megadni, és én ugye kérdeztem, hogy annak idején, amikor új palota megépült, akkor nyilván a fiatal családosokat költöztették be, illetve hát megint biztosítottak ott lakást, de hát ez nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt. És ő azt mondta, hogy picit talán az is probléma, hogy a fiatalok elköltöznek, maradnak az idősek, de ezek szerint azért bőven van nagy családos is a kerületben, tehát bőven van olyan fiatal középkori család, ahol mondjuk 1-2-3-nál több gyermek van. Van, sőt, nem pont az amit most segítséget is kérünk, hogy egyre több család jelentkezik, ugye most egyre jobban összekötetésben vagyunk az önkormányzattal is, meg a családsegítő szolgálattal, meg a fiókával, és emiatt ők is küldenek hozzánk ide költöző családokat, tehát vagy pedig azt még nem hallottak róla. De egyébként elsősorban igen, inkább az a jellemző, hogy itt az új palotai részek, mennyi az áratás közben vagyunk. Az rendes közé hovánál, és ott ugye emiatt inkább a lakótelepi környébeli családok tudnak minket megtalálni. De van családunk Rákospalotai részen, Festőhelyről is jönnek hozzánk, meg régi palotáról is, tehát igazából de a főjön a többség az inkább az új palotai, de nagyon sok nagy családos van, aki nem is tudott szólunk, de szerencsére is tudunk segítséget kérni az önkormányzattól, hogy a család segítőtől nyugodtan küldjük hozzánk a családokat. Csak ugye, mivel hogy kevés az adományunk, nem tudom, van mi családok. Persze, hát gondolom, hát akkor lenne jó, nem is kéne beszélgetni nyilván, hiszen akkor ugye nem lenne probléma. Nehéz az definiálni, mi az